Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, viszont ezeket a programokat, amit eddig már elindítottuk a 25 éven keresztül, ugye mindig frissebb és frissebb programok voltak, mindig újabb programokat vállaltunk, de hál' Istennek még tudtuk vinni nagyon nehezen, igaz, még ilyen nehéz nem volt, mint most, de Isten gondoskodott rólunk. Isten segítséget küldött embereket, azokat az embereket, például önkéntes diakonusaink is vannak, akik kihordják az ebédet, ezen kívül ugye gondoskodott, hogy kenyeret is tudjunk sütni. Bizony nem tudnánk megvenni, önerőből nem tudnánk megvenni a lisztet, hanem így, mint a Kárpátalján is, a Magyarok Kenyere programán keretében, csak maga a diakoni központban több mint 21 tonna buzát kaptunk, ez nekünk emberfeletti segítség volt. És így ugye látva az összefogást, látjuk, hogy egymásért vagyunk, és tudunk segíteni az embereket. Ezen kívül köszönetet kell mondanom a magyar testvéreknek, magyarországi egyházaknak, magyarországi kormány is segítséget nyújtott lisztben, példát mondva, úgyhogy ez egy nekünk nagyon nagy segítség. Mert másképp nem tudnánk ezt működtetni. És így azért bármi van, nagyon sok emberek jönnek, és nem zárt ajtóra. Hiába igaz, hogy ki is van írva most a koronavírus miatt, hogy zárva tartunk, de azért igyekszünk mindenkinek eljuttatni azt a mindennapi kenyeret az asztalokra. Szeretnék még visszatérni, ami nagyon, de nagyon fontos, a Magyarok Kenyere programához. Ez egy, számunkra ez egy rendkívül nagy ajándék is, és egy áldás is, hogy összefogja az embereket az együve tartozás jegyében, mert együve tartozunk, abban az évben is vagyunk tulajdonképpen, hogy mindent meg kell egymásért tennünk, és segíteni kell a felebarátunkat, együve tartozunk, és ezzel a bizonyítékkal tudja bizonyítani azok a gazdák, akik úgy érzik, hogy jobb adni, mint kapni, ha ki még egy szembuzát is hoz el, vagy egy kilabuzát, azt is olyan szeretettel tudjuk fogadni, mint aki esetleg egy 100 kilót, vagy egy mázsát, vagy esetleg két mázsát tud adni. Ezzel a sok kicsi adakozással olyan összefogást tudunk tenni, hogy érződik az, hogy egy családba tartozunk, és egymást mindent meg kell tennünk egymásért. Ami kimondottan, ugye látjuk azt is, hogy ugye a szerte már határon túl, a Kárpát-medencében mindenütt elindult ez a program, hogy segítsük a felebarátainkat, segítsük a gyermekotthonokat, iskoláinkat, és ugye ez egy nagyon fontos, hogy bármit hoz a sors, és ha összefog a csapat, emberfeletti munkát, Isten segítségével emberfeletti munkát tudunk elvégezni. Így szeretnék köszönetet mondani a múlt évi adakozásért is, akik hozzájárultak a Magyarok Kenyere programához, akik segítették intézményeinket. Külön szeretnék köszönetet mondani már előre is, akik úgy gondolják, hogy ebben az évben is fognak nyújtani támogatást, hogy tudjon továbbra is működni a sütődénk, és továbbra is tudjunk lisztet adni azoknak az elesetteknek, árváknak, akik rászorultak. És Isten gazdag áldását kérem mindazoknak a testvéreknek, akik úgy gondolják, hogy jobb adni, mint kapni. Isten kegyelméből már 25. éve, hogy végezzük ezt a munkát, és segítünk a rászorultaknak, az elesetteknek, de még ilyen év soha nem volt, mint most, hogy ez a koronavírus ránk tekintett, és ilyen alkalman is, ilyen vírus helyzetben is, ilyen betegségben is helyt kell állnunk, és hálát a Istennek, hogy tudjuk tenni, és tudunk segíteni, és eddig megőrzött az Úr. Nagyon hálás vagyok ezért, mindenünket megőrzött az Úr, és bízok a Jóisten, hogy továbbra is meg fog őrizni bennünket, hogy tudjunk tovább is segíteni.